Köszöntöm a Sétapálca nézőit! Múlt havi adásunkban az étkezés illemtanával foglalkoztunk. Mai műsorunkban ezt a témát mintegy kiegészítve megtudhatják, hogy az egyes ételféleségekhez milyen italokat és hogyan illik fogyasztani. Az iránytűben pedig csodálatos hazai tájakra kirándulunk. Jó szórakozást kívánok! Ételeink kísérőjeként rendszeresen fogyasztunk italokat is. A hétköznapi étkezések során vízzel, üdítővel öblítjük le az ennivalót, ünnepi alkalmakkor azonban szeszes ital is kerül az asztalra. Nézzük az italfogyasztás legfontosabb illemszabályait. Az ételek és az italok élvezeti értékét nagymértékben meghatározza, hogy mely ételhez milyen italt fogyasztunk. Valamennyi ételtípusnak megvan az úgynevezett italpárja, amely leginkább kihangsúlyozza az adott étel ízét, ugyanakkor saját értékeit sem csorbítja, sőt, gasztronómiai harmóniát teremt. Mindezek mellett az alkalom is meghatározza, hogy mi kerül a poharunkba. Az aperitív elsősorban étvágygerjesztésre szolgál, ezért koktélt, martinit kínálnak fel, esetleg friss, üdes, száraz fehér vagy rozéborokat, száraz vermutokat, száraz pezsgőt. Előfordulhat, hogy valaki nem fogyaszt vagy nem fogyasztat alkoholt. Ilyenkor üdítőitalt szolgálnak fel, amely soha ne legyen szénsavas. Hazánkban sok helyen aperitívként fogyasztják a pálinkát, pedig az italt magas alkoholtartalma miatt a szakemberek inkább emésztésserkentőként az étkezés végén javasolják. Az előételekhez száraz fehér bor illik. A leveshez, ha előétel megelőzi, nem jár külön ital. Amennyiben nem előzi meg, kínálhatnak hozzá esetleg sört, de könnyű, kis alkoholtartalmú fehér borokat is. A krémlevesekhez száraz szomorodni vagy száraz sör illik. A bableveshez fűszeres, vörös bor passzol leginkább. Hogy a tészták mellé milyen italt társítanak, az elsősorban az ízesítésétől függ. Sós tésztákhoz száraz, félszáraz asztali fehérbor való, édesebb tészták félédes, édes, testes, tüzes fehérborokkal párosíthatók igazán harmonikusan. Szárnyasokhoz annak zsírosságától és az elkészítés módjától függően fehér vagy vörös, könnyű vagy nehéz borokat kínáljunk, sült csirkéhez, pirított kacsához könnyű, üde jellegű fehér bor, paprikás csirkéhez határozott karakterű vörös bor, libához keményebb, de fűszeres zamatú, száraz fehér bor való. Halhoz általában félszáraz, száraz, de mindenképpen minőségi bort kínáljunk. Sertéshúsokhoz élénkebb savú fehér borok dukálnak, ugyanakkor a sertéspörkölt, a flekken, a rablóhús keményebb vörös bort igényel, a töltött káposztához pedig kemény, száraz, minőségi fehér borok illenek. Marhahúsokhoz, bárányhoz nemes vörös borokat kínáljunk. Borjúhúshoz fűszeres illatú fehér borok illenek leginkább. A birkahús íze az élénkebb savú fehér borokkal társítva a legfinomabb. A vadhúsokhoz vörös bort kínáljunk. A gombákhoz kissé nagyobb szesztartalmú fehér bor, a hirtelen sült vargányához és csiperkéhez zamatos vörös bor simul igazán. A sajtok és a bor kapcsolata rendkívül sokrétű. A sajtok összetételében a só meghatározó, mivel a sós íz erősen savas borokkal kellemetlen, fémes ízhatást válthat ki, ezért a sajtokhoz kínáljunk könnyű vörös borokat, esetleg fehér borokat. Desszerthez általában likőr vagy aszubort, illetve pezsgőt kínálnak. A konyakot az étkezés befejeztével vagy a kávé mellé fogyasztják. A különböző italok íze, zamata meghatározott hőfokon érvényesül igazán, éppen ezért nem mindegy, hogy az egyes italféleségeket milyen hőmérsékleten kínáljuk. A túlhűtött borok esetében például az aromákat alig vagy egyáltalán nem tudjuk érzékelni, mert az illatanyagok 5 fok, a zamatanyagok pedig 8 fok alatt nem érvényesülnek. A tömény szeszes italokat, például a vodkát, célszerű lehűtve és hűtött pohárban 10-12 fokon kínálni. A pálinkát szobahőmérsékleten 15-20 fokon kínáljuk, ugyanis így mutatja meg leginkább bájait. A fehér borokat 10-12 fokra hűtjük, a rozé borokat 8-10 fokra, míg a vörös borokat szobahőmérsékleten 18 fokon szolgáljuk fel. A likőrborokat 12-14 fokon fogyasszuk, a pezsgő jéghidegen fogyasztandó,
A világos söröket 3-6 fokosan, a barna söröket pedig 7-8 fokosan igyuk. Nem csak az a fontos, mit iszunk, hanem az is, miből isszuk ételeink kísérőit. A felszolgált poharakkal kapcsolatban a legfontosabb szabály, hogy a poharaink mindig legyenek tiszták, s azt hiszem, ha meg is kell érte dolgoznunk, de valamennyi üvegpohárnak jól áll a csillogás. Mindemellett az sem elhanyagolható szempont, hogy italainkat milyen nagyságú és formájú pohárból fogyasztjuk. Az erős rövid italokat általában kis poharakban, míg a könnyebb innivalókat nagyobb méretűekben kínáljuk. A fehérbor pohara valamivel nagyobb, mint a vörösboré, és színtelen üvegből készül, hogy valósághűen mutassa az ital színét. A csemege borokat általában 1 deciliteres pohárba töltsük. A pezsgőhöz szép, hosszúkás pohár, a konyakhoz nagy kelyhes pohár passzol, a sört sörös pohárban vagy korsóban kínáljuk, a pálinkát talpas tulipán pohárban, az üdítőket és a vizet szép vizes pohárban tegyük az asztalra. Az italok felszolgálásának is kialakult szabályai vannak. Valamennyi italt lehetőleg a vendég előtt kell felbontani. Az étteremben a pincér a bor rendelőjének csak egy keveset tölt kóstolásra. Amennyiben ez megfelel, csak akkor tölti ki az italt a vendég poharába. Vendéglátás során addig ne nyúljunk a pohárhoz, amíg a házigazda fel nem emelte a sajátját. Férfiak borból először a saját poharukat töltik félig, aztán a hölgyekét, nehogy dugótörmelék kerüljön a hölgy italába. A boros poharat a száránál vagy a talpánál fogjuk. A pezsgős poharat szintén a száránál vagy a talpánál emeljük ajkainkhoz. A konyakos poharat viszont a kelyhénél tartjuk, a párolgás segítése érdekében. Ha valóban élvezni szeretnénk a felkínált italokat, az sem mindegy, hogy mennyit töltünk belőlük a poharunkba. A legtöbb esetben a pohárba annyi italt kell tölteni, hogy a kehely legszélesebb pontját elérje. A pezsgőt 4/5-ig töltjük. Fehér és rozéborok esetében a poharat 1/3-ig töltjük, ugyanez a helyzet a vörösborral kapcsolatban. A likőrborokat a pohár feléig. Konyakot és brandit a pohár 1/5-ig, 1/4-ig. A csemege borokat a pohár legszélesebb részéig. Étkezés közben gyakran koccintunk. Fontos szabály, hogy a koccintást mindig az idősebbek kezdeményezzék. A férfiak ne tolakodjanak a koccintással, várják meg, amíg hölgyismerősük erre felkéri őket. Koccintás közben mindig nézzünk egymás szemébe. Ha a házigazda a társaság egy hölgytagjával koccintott, ugyanezt kell tennie a jelenlévő valamennyi hölgyel. A távolabb ülőkkel nem koccintunk, illetlenség az asztalon átnyúlni, ilyenkor poharunkat felemelve nézzünk össze, és bólincsunk. Magyarországon a koccintás mozdulatát az egészségedre vagy egészségünkre felszólítás kíséri, mint egy jó kívánság gyanánt. Egészségedre. Ha koccintottunk, minden esetben igyunk akár csak egy kortyot is, ivás nélkül visszatenni a poharat illetlenség. Hazánkban sörrel egy sajnálatos történelmi esemény óta nem illik koccintani. 1849-ben ugyanis az osztrákok az aradi vértanúk halálára ütötték össze sörös kriglieiket. Múltunk és hőseink ilyen formában való tisztelete is életünk és viselkedésünk része kell legyen. Az italokat kortyolgatva fogyasztjuk. Lehörpinteni illetlenség. A poharat nyalogatni szintúgy. Előfordulhat, hogy kiborul az ital, vagy egy része kifröccsen. Ilyenkor diszkréten jelezzünk a pincérnek, hogy segítsen megoldani a problémát. Étkezés közben mindig nyeljük le az ételt, majd szalvétával töröljük meg ajkainkat, ezután emeljük fel a poharat, tele szájjal inni óriási modortalanság és gusztustalan is. Hölgyek férfi társaságban soha ne töltsenek maguknak italt, illetlenség. Borra szabad rátölteni, sörre viszont nem. Ha a bort kínálunk, mindig tegyünk az asztalra ásványvizet és vizes poharakat is. Az üdítőitalokat nem dobozostól tálaljuk fel, poharakban kínáljuk. Étteremben a pincér az ásványvizet üveggel hozza, a vendég előtt bontja ki és tölt neki. Amennyiben szívószálat is használunk az italhoz, ha elfogyott, ne szürcsöljünk, ne szívogassuk a maradékot. A pohárköszöntő az ünnepélyes és díszétkezések tartozéka, de eljegyzéseken, sőt családi, baráti összejöveteleken is elhangozhat. Pohárköszöntőt először mindig a házigazda, a vendéglátó mond, majd a fővendég, utánuk mások tetszés szerint. A pohárköszöntő általában a főétel elfogyasztása és a tányérok leszedése után történik. Aki pohárköszöntőt mond, az mindig feláll.
Pohárköszöntő alatt enni, inni, rágyújtani, beszélgetni illetlenség, mindig azzal az itallal mondjuk a köszöntőt, amely az adott ételhez jár. Nem kötelező a pezsgő használata. Pohárköszöntő után koccintás, poháremelés következik. Az italfogyasztás során legyünk mértékletesek, egy-két pohár ital oldja a feszültséget, segít a fáradtságot átvészelni és felvidulni, hozzájárul a kedélyes hangulathoz, kiegészíti az ünnepi étkezést, de ha poharainkat nem ésszel emeljük, kellemetlenségek sorát okozhatjuk, amellyel nem csak vendéglátóinkat és a meghívottakat sértjük meg, hanem a másnap átélt kellemetlen tünetek mellett viselkedésünk miatt is szégyenkezhetünk. Mesélő városok, vendégszerető falvak, fesztivál sokadalom, vadregényes tájak, újraéledő hagyományok, ellazító kényeztetés, incsiklandó finomságok. Még az országhatárt sem kell átlépni ahhoz, hogy megmerítkezzünk a tengernyi szépségben, hiszen Magyarország számos érdekes és izgalmas látnivalót kínál. Magyarország tele van szépségekkel, mégis én úgy tapasztalom, illetve olyan visszajelzéseim vannak, hogy az emberek inkább elutaznak külföldre, mint hogy felfedezzék a saját hazájukat. Te hogy látod, milyen tendencia figyelhető meg ezzel kapcsolatban? Igazad van, van egy ilyen mondás, először vedd fel az inget, utána a bundát, először ismerd meg hazádat, utána a nagyvilágot. A Magyar Turizmus ZRT nemrég publikálta egy kutatásának az eredményeit, mely szerint több ezer háztartást kérdeztek meg arról, hogy a 2012-es főszezonban, ami májustól szeptemberig terjedő időszakot jelent, hová fognak utazni. A megkérdezett háztartások egyharmada tervez csak utazást. Akik utazást terveznek, ennek 72%-a gondol a belföldi utazásokra is, de igazából 62% lesz, aki tényleg belföldi úti célt választ az idén. Azok, akik nem utaznak idén nyáron, a leginkább az anyagi lehetőségeiket hozták föl indokként. Majd az anyagi lehetőség után a következő szempont volt az egészségügyi okok, az életkor, munkahelyi kötelezettségek. Bár nagyon sokan választanak külföldi úti célt, nyaralásuk színhelyéül, mégis ez a tendencia megfordulni látszik, hiszen ezek a számadatok mutatják, hogy sokkal inkább keresik most már az emberek a belföldi úti célokat. Hogyan járul hozzá a szép kártya ahhoz, hogy az utazásunk még kellemesebb legyen? A szép kártya a korábbi üdülési csekknek az utódja lett. Tudjuk, hogy az üdülési csekkel is, a szép kártyával is a magyar állam a belföldi turizmust kívánja erősíteni és támogatni. A munkáltatók a szép kártyára tudják tenni azt az utazási támogatást, amit a munkavállalóiknak adni tudnak. Igazából három részben kapják ezt a támogatást, szállásra, vendéglátásra és szabadidős tevékenységekre. Az azt jelenti, hogy meghatározott részéből lehet belföldi szállást, foglalást fizetni, de például a szabadidős főből tudjuk a különböző koncertek, fesztiválok, múzeumok belépőinek árát, akár színházjegyeknek az árát fizetni. Akik szép kártyával fizetik a belföldi szállásaikat, azok további kedvezményekről is érdeklődjenek az utazási irodákban. Csináljunk akkor kedvet honfitársainknak ahhoz, hogy felfedezzék saját hazájukat. Milyen úti célokat ajánlasz nekünk itt Magyarországon? Amikor belföldi utazást keresnek az ügyfeleink az utazási irodákban, akkor nagyon sokszor van egy ilyen aggodalmuk, hogy csak egy hét van a nyaralásra, és Magyarországon nem garantált a jó idő. Még egy tengerparton ez egész nyáron adott. Mint ahogy korábban beszéltünk már arról, hogy minden országot valami egyedivé tesz, ugyanígy úgy gondolom Magyarország különböző régióit is valami egyedivé teszi. Minden egyes régióban vannak olyan fesztiválok, programok, olyan természeti csodák, olyan történelmi nevezetességek, olyan kulturális programok, akár múzeumok, amik egyedivé teszik, és erre hazánkban rengeteg sok lehetőség nyílik. Magyarország két legnagyobb turisztikai vonzereje a Balaton és Budapest. Hogyha a Balatonra gondolunk, ez mindig is egy magyar embernek a kedvence és a szíve csücske lesz, hiszen ez a magyar tenger. A magyar tenger páratlan panorámáival, amit ugye lehet a Tihanyi félszigetről csodálni, vagy a szép kilátóról, de a Badacsonyi hegyei miatt, a siófoki
mozgalmas éjszakai élet miatt ezt Keszthelyt és Jófokot tartják a Balaton szórakoztató fellegvárának. De nem csak a közvetlen balatonparti települések, hanem ha picit távolabb megyünk, ott is rengeteg program kínálkozik arra, hogy a Balatonhoz utazzunk nyáron. A másik fő turisztikai látványosságunk Budapest, adott a sok-sok kulturális látnivaló, a nevezetességek, a múzeumok és a fesztiválok, de ha Budapest környékére mozdulunk, akkor Esztergom, Visegrád, Szentendre, a művészetek városa, ahová akár kerékpárral is eljuthatunk. Magyarország régiói közül kiemelném a délalföldi régiót, ami Magyarország területének szinte 1/5 teszi ki, és itt található a hungarikumok 2/3. A szegedi és kalocsai paprika, a makói hagyma, a halasi csipke, a kalocsai hímzés, a hódmezővásárhelyi kerámiák. Magyar ember számára az étkezés, a kulináris élvezetek mindig nagyon-nagyon fontosak voltak. Mondj nekünk néhány olyan úti célt, ahol ezek kapnak főszerepet. Tulajdonképpen az egész országban ott vannak a gasztronómiai elemek, hiszen egy nyaralásnak két része van, az egyik, hogy valahol megszállunk, a másik, hogy valahol étkezünk. Rengeteg gasztronómiai fesztivál van ma, sőt egész évben az országban. Ha már a Balatont említettük, a Siófoki Tojás Fesztivál egy ilyen rendezvény. A Tojás Világszövetség október 2. péntekét tűzte ki a Tojás Világnapjának, ezt a hetet pedig, amikor a rendezvények zajlanak, ez a Tojás Világ hete. Itt természetesen tojásból készítenek mindenféle ételeket, itt lehet találkozni Baromfi udvarral, ahol van csibesimogató, de a tojás díszítés és a tojás mívelésnek mindenféle technikáját meg lehet ismerni. Az idén, az októberben lesz ez a fesztivál. Ha gasztronómiai fesztiválokról beszélünk, akkor Budapest mellett ott van a Vecsési Káposzta Fesztivál, ahol keresik az ország legnagyobb káposztáját. Természetesen itt is van főzőverseny, ahol káposztából készült ételek versengenek, ugyanakkor savanyúságverseny is van ezen a rendezvényen, ahol a legjobb káposztás savanyúságokat készítik, és ezek versengenek. Ha már ettünk, akkor ígyunk is. Ugye Magyarország bővelkedik szemnél szebb és nagyon híres borvidékekben. A dél-dunántúli régióban a szekszárdi, villányi, dolnai borvidék az, ahol nemzetközi hírű borutak találhatók. Nagyon sok olyan boros program van egész évben Magyarországon, amikor meg lehet kóstolni egy-egy tájegységnek a híres borait. Például most egy-két héten belül rendezik majd Villányban a Rozé Maratont. Hasonló, nagyon érdekes program, amin már nekem is volt korábban alkalmam részt venni, a Szekszárdon az Iván Völgyi Kadarka túra. Nagyon híres a szekszárdi kadarka bor. Ezt a programot úgy kell elképzelni, 2 nap piktart a rendezvény, egy belépőjegy áráért a 2 nap alatt 10 szekszárdi pincészetnek és ezek híres pincészetek, 10 pincészetnek a borát kóstolhatjuk. Minden borászatban kétféle bort kóstolunk, az egyik általában rozé, a másik mindig kadarka. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy 5 pincészet vesz részt a programban, de minden pincészetben van egy vendégborászat. Így jön ki a 10, összesen 20 pohár bort kóstolunk. Nagyon jó hangulatú, amikor pincéről pincére járunk, akkor a szőlőhegyek és a szőlősorok között sétálunk lefelé mindig a hegyről a következő pincészethez. Természetesen mindenhol helyi ételeket, helyi falatkákat kínálnak a bor mellé. Ez volt gulyásleves, sült kolbász, mangalica zsíros kenyér, tehát mindenféle.
A rovat támogatója az OTP Travel. Paula McLean, a párizsi feleség. A párizsi feleség Ernst Hemingway és első felesége Hedley Richardson szívszorító szerelmének története. Hedley halkszavú 28 éves nő, aki már-már lemond arról, hogy valaha is szerelmes és boldog lehet, amikor 1920-ban Chicagóban megismerkedik Ernst Hemingway-jel. Rabulejti a jóképű fiatal férfi lobbanékony természete és szenvedélyes vágya, hogy íróvá váljon. A rövid udvarlást és a gyors házasságkötést követően hajóra szállnak Párizs felé, és hamarosan az ott élő amerikaiak színes és szeszélyes társaságának ünnepelt párja lesz belőlük. A kávéházak szabados erkölcsű világa azonban ellentétben áll a család és a monogámia hagyományos értékeivel. Párizs tele van csábítással, és a házaspárnak szembesülnie kell a veszéllyel. Hemingway árulása az irodalom történet egyik legszebb szerelmének végét jelentheti. Leila McKam, Rózsák. Kelet-Texas, 1916. A Haubatkeri, Houston Avenue-n lakik a várost alapító három család, a Tolvierek, a Vavrikok és a Dumonok, akik már több nemzedék óta rózsák formájában rendezik nézeteltéréseiket. Vörös rózsát adnak egymásnak, ha bocsánatot akarnak kérni valamiért, és fehér rózsával jelzik megbocsátásukat. Amikor a 16 éves Mary Tolvier apja halála után megörökli a család gyapot ültetvényét, Somersetet, még nem tudja, mekkora fájdalmat kell még ezért kiállnia. Nem veszi komolyan az átkot, amelyről az apja az utolsó levelében írt. Megszállottságában csak arra tud gondolni, hogy méltó úrnője legyen Somersetnek, és ezért még azt is képes elviselni, hogy anyja és bátyja elhidegül tőle. És ez csak az első alkalom, amikor Mary eladja a lelkét Somersetért. Szilágyi Sándor, Erdélyország története. A magyar művelődés történet egyik nagyszabású vállalkozása volt az erdélyi Szilágyi Sándor hatalmas monográfiája szülőföldjéről, mely 1866-ban jelent meg. Szilágyi műve az első autentikus erdélytörténet, a kétkötetes munka a római kortól a 19. század derekáig mutatja be a régió páratlan történelmi és művelődés történeti ívét. A munka népszerűsítő kötetnek íródott, s mint ilyen az ismeretterjesztés és szépirodalom határmesdjéjén lebilincselően ír. Stílusa magával ragadó, olvasmányos, egyszer s mind anekdotázó és vitaindító, miközben a felhasznált forrásmunkák zöme első kézből származik. A szerző ugyanis több száz szultáni atnamét fordítatott le, amelyek alátámasztják a születendő fejedelemség geopolitikai nehézségeit, a porta erdély politikáját, nem különben a fejedelmek porta politikáját. A megállapítások és következtetések azóta is az erdélytörténetek és munkák alappillérei. A terjedelmesebb második rész a Habsburg sasárnyékában élő magyarság kultúrtörténetének, küzdelmének páratlanul izgalmas visszaadása, s bár a munka másfél évszázada íródott, Erdély kultúrtörténetének azóta sincs önálló, összefoglaló kiadványa. Nem véletlen hát, hogy az Erdélyország története ma is megkerülhetetlen. A könyvajánlót a Líra könyváruház támogatta. Kedves nézőink, a Sétapálca stábja nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk egy hónap múlva, de addig se felejtjék az örök szabályt. A viselkedés az a tükör, amelyben mindenki megmutatja önmagát. Viszontlátásra! A műsor helyszínét a Móricz Zsigmond Színház biztosította.